Mesejátékkal kedveskedik legfiatalabb nézőinek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata. A Kisfiú és az Oroszlánok című darab a cirkusz világát idézi a színpadra. Javában zajlanak a próbák a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy színpadán. A Lázár Ervin regénye alapján készült mesejáték főszerepét Dúl Bence alakítja, akit a nézők a Pál utcai fiúk című darabból már ismerhetnek. Bence nem csak azért játsza szívesen Petit, mert magára ismert benne, de személyes élmények is fűzik a szöveghez. Nekem azért tetszik, mert Lázár Ervin regényeit édesanyám már nagyon kicsi koromban olvasta nekem, és ezt én ismertem, mert ugye sokan nem ismerik, csak a négy szögletű kerekedőt, mert ugye az a leghíresebb. A meseregény szövegét Demény Péter író alkalmazta színpadra, a rendezői széken Keresztes Attila és Ruszúj Ervin osztoznak. Utóbbit már hosszabb ideje vonza a cirkusz világa, koreográfusi államvizsgáját is ebben a témában készítette. Szerinte a cirkusz világa kicsik és nagyok számára egyaránt vonzó lehet. Azt a sátrat látva, meg ugye az állatokat, vagy hogyha bemész, és akkor van egy atmoszférája az egésznek, ami úgy meg van teremtve, tehát igazából egy picit ilyen illúzióból indul, és ettől szerintem a gyerekek, én magam is elájulok, tehát főleg, hogyha tényleg minőségi cirkusz lát az ember. A címben szereplő oroszlánokat Kijén László és Somodi Hajnal alakítják, akik szerint élmény egy ilyen jó hangulatú, kedves előadásban részt venni. Gáspárik Attila igazgató a sajtó képviselőinek elmondta, a darab kiválasztása a színház stratégiájának részét képezi, ugyanis tudatosan akarják a jövő néző generációinak ízlését alakítani. A bemutatóra szombaton este 7 órától kerül sor.